Jó napot kívánok! Meg fogunk nézni most jelen pillanatban egy Scorpiót. Természetesen az M3 autóparkban vagyunk, és egy magyarországi autó. Nézegettünk, 1985-ös ez a Scorpio, egy hatalmas tágas csomagtér. Tárul elénk, hogyha kinyitjuk az autó hátulját. Itt pótkerék és kötelező tartozékok benne vannak. És nagyon izgalmas, mert a Ford gyár gondolt például a testedzésre is, hiszen ha itt megfogjuk ezt, akkor a bicepsünket tudjuk erősíteni vele, tehát le-föl, így ahogy a kép mutatja. Úgyhogy ezt már én nagyon pozitívnak találom, hogy egy cégnél ilyesmire is gondolnak. Az autó amúgy egy metal kék színű autó, gyári Ford alufelnékkel, és ezeken az alufelnékkel 4 darab egyforma, tökéletes, újszerű állapotú gumi helyezkedik el jelenleg. Gyári hővédő üvegekkel látták el, és ugye a tágas csomagtér után itt egy tágas belső tér jelentkezik, hogyha kinyitjuk a hátsó ajtókat, és itt van fejtámla is, illetve könyök támasz is, hogyha lehajtjuk, és ezek nagyon szép plüskárpit különben. A tetőkárpit is egyben van, rendben van, és van napfény tető is. Az autó amúgy centrálzáras, elektromos tükrökkel, ablakokkal látták el, illetve szervókormánnyal állítható magasságú az ülésünk, és a kormány is állítható. Illetve még a fényszóró magasság nem. Nézzük meg, hogy hogy indul különben ez a 2000-es benzinmotor. 200-900-et mutat, de ezt most én nem tudom így konkrétan megesküdni rá. Viszont van egy jó kis komputer már benne, 1985-ből, és ez is teljesen rendben van, ugye látják, hogy csekkolja a lámpákat, minden, és hogyha minden rendben van vele, akkor el is alszik, fékezek, és el is alszik benne minden, úgyhogy egy ilyen kis komputer is van benne, ez is nagyon jó dolog, középső könyöktámasz, és itt az első üléseken is látszik, hogy abszolút rendben tartották, nem dohányzós kocsi volt, úgyhogy kellemes illat van az autóban. Szervokormányt azt ugye mondtuk. Nézzük meg a motorját, hogy hogy ketyeg benne. Ugye 116 lóerős benzinmotor hajtja ezt a járgányt, és a műszaki az 2014. decemberi, tehát jó másfél év műszaki van még ezen az autón. A szélvédője épp, ahogy én ezt nézem, és így jár ez a kis EFI motor itt rajta tetején, úgyhogy elmondhatjuk róla, hogy rendben van. Korrózióval itt a motortérben nem találkoztam, a sárvédő íván van egy-két rozsda az íveken, úgyhogy de ettől függetlenül szépen jár a motorja, és lehet vele közlekedni. Jó nagy autó, úgyhogy igazi jó kis családi szekér. Jönnek el hozzánk itt az M3 autóparkba, látják, olyan nagy, hogy olyan messzire kell mennem, hogy beleférjen a képbe. Most meg is találtam ezt a pozíciót. Köszönöm, hogy itt voltak, jönnek el hozzánk. A viszontlátásra!